politika botrány, Duna parti, Duma parti, bulvár, egy kasztár hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Kívánok, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ez a hét ugyancsak bővelkedett olyan eseményekben, amelyet megbeszélhetünk, úgyhogy nem is húzom az időt. Viszont érkezett Havas úrnak egy e-mail, engedjék meg, hogy ebből idézzek. Tisztelt tanár úr! Szerencse, hogy nem valamelyik katonai főiskolán tanít, mert akkor a fiatal tiszthallgatók esetleg megpihennének egy napsütötte lődombon. Ez kiváltképp veszélyes lenne lövészet alkalmával, tudniillik a lődomb nem a fegyver megtartására szolgál a lövészárok előtt, hanem gyakorlatilag golyófogó domb a lőterek végében oldalában. Üdvözlettel B. László tüzér főhadnagy. B. László tüzér főhadnagy bekaphatja, ugyanis arról van szó. Dombot? Kérlek! Apuka! Szót talált a nézővel. Ugyanis én nem azt mondtam, hogy a fegyvert a lődombra rakjuk, hanem most azt hiszem lövészteknőnek hívják, amit ki kell ásni a gyalogosnak, igen? Világos, ugye? És azt a földet, amit, tehát az, hogy bele tudjon feküdni, hogy, tehát, hogy védve legyen a... Most azt a földet, amit kitesznek a árok elé, amiben fekszik a harcos. Mit kitermel? Én erre azt mondtam, hogy ez olyan, mint egy domb. Nem azt mondtam, hogy domb. Nem. Azt mondtad, hogy arra kell rakni a fegyvert. Ki volt bukva maga? Azt mondta, hogy amikor lőnek, és amivel elakad a golyó, azt hívják lődombnak. Na, van itt egy másik levél. Várj, pillanat. De azon lehet fegyver. Ki van zárt, ez ugyanarra vonatkozik. Ugyanarra vonatkozik. Bocsánat. Na. Egy másik levél tök egyszerűen megfogalmazza ezt az egész dolgot. Azt mondja, tisztelt Havas Henrik, miután feltámasztotta a fegyverét a lődombra, gyorsan húzzon el, mert szétlövik a seggét. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gávöld János! Hermann Jüri! Kern András! Havas Henri! Váncsa István! Utoljára megkérdezem, ki akar kiszállni? Most ezt miért mondtad ezt? Miért mondtad? Csak azért mondtad, mert hogy ez itt van, itten? Ez? És igen. Ez a távolban egy fehér vitorla, vagy mi? Távolban egy fehér tivornya, annak van értelme. El kell olvasni, mi van benne? Nem, mindenkinek van egy pálma. Nem fogják ezt érteni, tehát Survivor. Most elmondom, hogy miről van szó. Indul ez a Sziget Survivor típusos sorozat. És azt akarom mondani, hogy nekünk ebben most lejátszottak részleteket, és az a feladatunk, hogy ezt hozzuk szóba. Spontán most, jelleggel. De már lement. Na most... Spontán jelleggel már csak lement. Na most az a helyzet, hogy ezt negyedkor kezdtük nézni, de mivel a Jucinak fél óra kell ahhoz, hogy kinézzem valahogy, ezért ő nem látta a film javát. Ezért elmondom neked, hogy marha nagy... Mi történt? Nagy... Kedveskedik. Marha nagy durungokkal kókuszt vertek le. Óha. Bizony. Ezt hogy kihagytam? És tüzet csiholtak. Fú. Vá! Én csak az elejét láttam, de az nagyon jó volt megcsinálni. Elején? Nagyon jó volt. Jó volt, jó volt. Most én a pongó, és akkor nagyon jó. Ki jött be? Pongó, de kiderült, hogy nem ebben van. Itt a... Sasa nektek van. Is ugyanaz van írva, mi nekem? Igen, ez ugyanaz. Mint a csoportszexnél. Vajon ki húzza tovább? Én. Ezt miért kérdezték meg a Jucitól? Én értem, hogy... Illetve én sem. Na. Köszönjük szépen. De van egy tényleg. Pálma. Másodszor próbálkozom ezzel. Hát igen, na, mert a jó pofa, jó van. De nem, nagyon jó volt. Belenéztünk, nagyon jó. Ezt az RTL csinálja. Hogy nagyon jó volt. Kezdtük leprázni, de kiderült, hogy nem ez a milyen. Képzeljék el!
Képzeljenek el egy szigetet, ahol nincs az embereknek. Eszembe jutott, hogy nem is azért megy le a Jucci előbb, mert sokáig tart, amíg rendbe hozzák, hanem mert igényes. Látod, ha nincs verebes. Köszönöm. Nem csak azt akarom elmondani, hogy képzeljék, elmennek valami sziget, ugye hát ez a címe, és akkor ottan túl kell élni úgy, hogy nincsenek tisztálkodási eszközök, szappan, WC-papír, nem tudom. WC-papír, WC? Se WC, se... Szóval magyarul neve, lap, magyarul alap, semmi nincs. Igen. Pincé. Nincs egy könyvtár. Bogarak. Szabó Ervin. De tényleg bogarakat esznek, és akkor egyszer csak azt mondják az egyiknek, ön kiesett, önnek haza kell menni. Azt mondja a nő, jaj, úristen, megint az angol WC, jaj. Nem is értem, ahelyett, hogy örülne neki. Pedig ő ostoba, hogy hazamegy, mert neki már akkor el van törve a négy lába, és már leesett a kókuszfáról, pedig nagyon izgi lesz, majd meglátja. Sőt, ha lejött a kókuszfáról, akkor már talán tud beszélni is. De azt tudjátok, ez nem a fóka volt, ugye? Nem. Ez majom? Egy majom és egy fóka keresztező. De a fóka. Egyébként mindenki vihetett magával valamit. Fóka? Egy kedvenc tárgyat. Ki mit vitt volna magával? Én téged. Na. Nekem... János, te mit vittél volna kedvenc? Ő is téged. Mondta, hogy... Én is téged vittelek volna. Igen, várjál, csak mi lefeleztünk volna. Te is, Jucikám. Én is téged vittelek volna. Hát akkor nem mondjon semmit. András? Én nem mondjuk volna. Én egy üveg unikumot vittem, amit sehol a világon nem lehet kapni, és azért az borzasztó. Nem lehet kapni unikumot. Nem. Csak az olaszoknál állítólag. Erge, én a Sri Lankán azt láttam, hogy a kókusz úgy jön le a pálmafáról, hogy felmászik a majom és lerázza. Na most én azért nem téged vinnélek, mert te nem másznál fel nekem a pálmafára, úgyhogy én majmot vinnék. Azt hallottam, hogy 38-an meghaltak már. Nem itt, nem. Ha 38-an haltak meg, akkor... Ez egy belső információ, ne. Nem a magyarban. Nem a magyarban. Nem a magyar. Volt ennek egy portugál változata. Nem, a világon ezt többször leforgatták. A nézők közül, mert elájultak, hogy milyen jó. De miért? Tényleg meghaltak. Hát kivárnak velünk együtt, hát ne viccelj. De az Izaura él. Ő még él. Úgyhogy nincs baj. Hát belehaltak azért, a dologba, Pista, miről nagy baj el tudnálak ez? Képzelni, hogy Sri Lankai ezermester volt előtt az áldogán. Egy majommal. Hamisítvány az a Teller Ede levél, amelyet a Népszabadság leközölt, és amelyet a nemrég elhunyt atomtudósnak tulajdonított. A levélben sok egyéb mellett szó esik az ellenzék magatartásáról, a Magyar Rádió vasárnapi újság című műsoráról és antiszemitizmusról. Hát ezt hülyeség volt leközölni, nem? Na jó, de mondjuk tegyük fel, hogy nem a Teller Ede írta. Tegyük fel, mert ez létezhet ilyen, nem ő írta. Na de azért... Ezek a jelenségek léteznek kis hazánkban, ugyan nagyon fölháborodni, azért nem kéne ez. De nem erről van szó. Hát azért azt nem lehet egy másik ember szájába adni. Nem megy, hogy én kérek attól ennyi és ennyi aláírt névjegyet, és azt úgy osztogatom. Ilyen szavakkal Kondor Katalinnak speciál, ugye? Azt, ez megjelent a cikkből, hogy Kondor Katalinnak úgy adta, hogy Teller Ede önnek küldi, mert már régóta szerelmes önnek. Az Járai Judit, bocsánat, az új. Nem, a Kondor. Nem, mondom, a Járai Judit. Akkor a Járainak, de tök mindegy. De hát hogy lehet ilyeneket mondani? Hol lehet a tender? Teller Ede szerintem oda se figyelt erre. Hát ez lehetetlen, ez borzasztó, az egész magatartása szörnyű. Egy embernek, aki nyilván megpróbálta neki elmondani, hogy ő mit gondol a magyar közéletről. Igen, Jucinak abban igazán szerintem a Teller Ede szájában ilyeteket adni nem lehet. Nem lehet. Mert amiket itt leírtak a levélben, valóban sok igazságban benne, de csak azt tudja, aki itt él. De azért, amikor a Hofi még élt, akkor... Jöttek Amerikába, hogy mindenkinek az volt, hogy a Hofira két jegyet, és akkor leültek, és nem értették a Gézát, mert ehhez itt kell élni nekünk, és halnunk is itt kell. Ezt Teller Ede honnan tudhatta volna így tehát? Nem is itt halt. Szakmailag egyébként a dolog teljesen egyértelmű. Ötvös Párnak nyilván most le kellene mondani a Népszabadság főszerkesztőjének, mert ez olyan műszaki hiba egy működő mechanizmusban, ami azt jelenti, hogy valami súlyos probléma az emberek mentalitásában, az ellenőrzésben,
és egyáltalán abban a felfogásban, hogy kaptak valamin, aminek már eleve, ahogy ti mondjátok, szaglott, hogy ezt telere, de nem fogalmazhatta meg. Ja, hát valaki van olyan újságnak nevezett neki napi lap, ami tele van ilyenekkel. Az lehet, de miért kell mindegyiknek olyan nap lenni? Na jó, de ez a népszabadság. Tehát, itt nem Zelei Lászlóról van szó, nem Tellerről van szó, itt egyes egyedül a népszabadságról van szó. Én kerek 30 éve vagyok újságíró, nem hittem volna, hogy ilyen bármikor is bekövetkezhet, és egyébként ötfos a legutolsó, akiről elgondoltam volna, hogy egy ilyesmi bekövetkezik. Egyébként most a Fidesz követeli azt, hogy Ötvös mondjon le. Abszolút nem tudom, hogy milyen alapon tudnélik, ezt nem nekik kéne követelniük, hanem ha már valakinek, akkor ezt a baloldalnak kéne követelnie, hogy Ötvös mondjon le, és nem a Fidesznek. Fidesznek a Kondor Katalint kéne lemondatniuk, ha volna eszük, de hát ennyi nincs. Egyébként... Eszük biztos van, csak rádiójuk nem lenne. Természetesen a baloldal sem mondathatja le az Ötvöst, a tulajdonos mondathatná le. Hát maga. Én az ő helyében már nem mentem volna be a következő napon, az biztos. De ha tulajdonos volnék, akkor ilyen esetben a következő napon megfogalmaznám a főszerkesztő lemondó levelét, odaadnám neki, és azt mondanám, hogy ezt meg te írtad, Husi. Felolvasnék egy passzust a Magyar Nemzetből. M. Szabó Imre, aki 10 órányi dokumentumfilm felvételt készített a professzorral, a következőt mondja a Magyar Nemzetben, amely ezt közli. Azt mondja, tavaly júniusban személyes beszélgetésünk alkalmával szóba került az is, hogy szívesen találkozom, mármint Tellere, de Orbán Viktorral, idézőjelben. Életem legboldogabb pillanata lenne, mondta Tellere, de és mosolygott. Te szegény Tellere, de megcsinálta a hidrogénbobát. Megkaptam múltkor a legnagyobb amerikai kitüntetés Bush elnöktől. Lehetne sorolni az összesen is. Mi volna élete legboldogabb pillanata? Orbán Viktorral találkozni. Annyira megható. Ha már itt tartunk, akkor én is felolvasok ebből egy nagyon rövid részletet. Jó, rendben van. Ugyebár, hogy tisztázzuk, tehát ugye még mindig arról a levélről van szó, amelyik a jobb oldalt erősen, egyértelműen, világosan kutyapázza. Azt mondja erről az M. Szabó István és a Magyar Nemzet maga, hogy Teller Ede a magyar belpolitika terén nem lehetett ilyen napra kész. Én is ezt mondom. Most mi van, most nézel, most mondj valami következtetést le. Tehát, a levél... Értem! Én már megvan. Értem. Jó. Értem. Én megértettem, majd írjanak nekem. Én értem. Legendás politikusokról, színészekről, sportolókról neveznek el víztornyokat Indiában. A 802 torony hamarosan felveszi a Saddam Hussein, Bill Clinton, Winston Churchill és a Szeles Mónika nevet. És akkor még Bajor Imre nagy bronz lovasszobráról nem is beszéltünk itt. És abban mennyi víz lesz? Azon gondolkodtam, hogy ezeket a neveket mi köti össze, hogy Saddam Hussein, Bill Clinton, Winston Churchill és Szeles Mónika. Mind a négyen teniszeztek. A mi politikusokról szélmamokat kellett elmenni. Churchill az nem tenisz. Hát a Churchill mondotta volt no sport, ő nem teniszezett. Mindegyiknek a nevében van N betű például. És ez összefügg a vízzel. Mi se de? Semmi, hülyeség. Hagyjuk ezt a vizet, mert... Major, nagyon irritálja a gyerekek ez a víz. Ezt a rólam sem fognak víztornyot elnevezni. Elképzelem, bocs. Van, hogy van ott a helyszínen valami hülye hivatalnok, akinek ez a hobbija. Tehát a lakosok nem tudják, hogy kikről fogják elnevezni ezeket a dolgokat. Sőt, van egy Chandaria nevű falu Közép-Indiában, ahol a Clintonról elnevezett víztározó van, és a falu lakosai között senki egyetlen árva lélek nem tudja, hogy ki az a Clinton. Fingjuk nincs. Tehát azt a víztározót nyugodtan hívhatnák Répási Róbertnek is. Közben azon gondolkodtam, hogy ezen a rohadt szigeten az Imre mit csinálna? Én már tudom.
Na. Szerintem kókuszreszeléket gyűjtene, erjesztene, és így ülne egész nap, hogy mikor lesz bőle pálinka. Egyébként azt mondta a Szigettel kapcsolatban a hely, megkérdeztem, hogy mi, hogy konkrétan, hogy tudják-e már, hogy ki nyert. Mondták, hogy még nem, hogy tényleg biztos, hogy nem. Pokolian izgalmas. És pokolian. Na jó, hát mi, aki felveszünk DVS-MS-re, hogy a... DNS-re kérdeztem, hogy ki... Mondták, hogy 10 millió forintot kap, egy világkörüli utat és egy terepjárót. Azt mondta a Henrik nekem, de csak de tényleg nagyon szerényen odaszól, és azt mondja, mit csináljon az, akinek ez már mind megvan? És hát azért az angol vécéről ne feledkezzünk hát, meg. Képzeld a Henriket a túlélő szigeten. Szóval hol van itt a Sheratonhoz? Ott talán túlélek. A szigeten. A Fidesz nem eladja, hanem bérbeadja fővárosi Lendvai utcai székházát, közölte Pokorni Zoltán. A párt az Ernst & Young ingatlan ügynökséget bízza meg, hogy a hó végéig adjon ajánlatokat új székház bérlésére. Egy körülbelül 2000 négyzetméteres pesti, belvárosi ingatlan szeretnének székház céljára kibérelni. Az MTI-t a pártelnökséghez közel álló forrásból úgy tájékoztatták, eladás helyett azért adják bérbe a Lendvai utcai székházat, mert annak nagy értéke miatt magas jelzálogot tudnak az ingatlanra beegyeztetni. Én megfejtettem, hogy miért kell nekik új székház, mert iszonyúan nyomasztja őket az, hogy 94-ben még éppen azt hiszem, akkor még nem voltak keresztények, akkor még liberálisak voltak, már az SZDSZ-re voltak választási szövetségben. És szerintem a liberalizmus szelleme még mindig ott lebeg a Lendvai utcában. Ezért most elmennek, és az a gyanú, hogy a Tiszti kaszinót fogják kibérelni, amit annak idején az MDF-fel értékesítettek, és úgy tudom, hogy még nem számoltak el vele. A Lendvait, a Lendvai utca 28-ot az elején ők is bérelték. Ki járt el a nevükben a bérleti szerződés megkötésekor? Dr. Simicska. Kitől bérelték a Lendvai 28-at? A Kereskedelmi és Hitelbanktól, ahol kulcsára Attila dolgozott. Van ilyen? Igen. Ez egy nagyon kicsike ország, és az benne az a szép, hogy az a sok-sok jó ember, aki itt dolgozik, valahogy mindig megtalálja egymást. Papírgyűjtési akciót indít a Fidelitas, amelynek keretében méhtelepekre viszik az MSZP-nek a lakossághoz eljuttatott brosúráit. Gyürk András, a Fidelitas elnöke szerint az MSZP kampánya meg akarja győzni az embereket, miszerint nem a zsömle kicsi, hanem a szájuk nagy. A fátok nagy. Hát ezt nem értem el, amikor járt nekünk, én neki egyszer kaptam, csak bár én ezt sem kaptam meg az MSZP-től, az országjáró. Hát azt is az ember rögtön bent, hát nem mentem el a mélybe, van saját kukám, oda bevágtam. Kám, Jánoskám, drága Jánoskám, hadd magyarázom, ez hogy működik. Ez környezetvédelmi kérdés. Magyarán, összegyűjtötték azt a sok ócska, semmire való szakmailag nulla millenniumi országjárót, bezúzták, félretették, és most abból kinyomtatják az MSZP választási propaganda anyagát. Ezt hogy összegyűjtik, és két év múlva megint országjáról. Hogy azért ez mondjuk a párt pénzén van, az országjáról meg az én pénzemen volt, és én úgy nem kaptam meg. De lehet, hogy nem így van, addig is Márait olvasgatok, és az meg nem. Na most János, ha nem kaptad meg, akkor én most elmesélem neked, milyen ez a füzetke. Kérlek szépen, kék a füzetke, 16 oldalas, A5-ös formájú. Ránézel, iszonyatosan ronda. Annyira ronda, hogy ilyen ronda nyomtatványt én nem láttam legalább 15 éve. Példátlan olvocsmány, de nem számít. Ránézel, és nem tudod, hogy mi a szar ez. Tudni mit? Hát nincs rajta, hogy ki csinálta. Nézed, és egyetlen tulajdonnév van rajta, az, hogy Fidesz. Az MSZP logója a hátoldalon van alul. Nagyon pici. Igen, nagyon pici. Nem lehet tudni, hogy mi ez. Más kérdés, hogy az MSZP-nek egy új logója van. Én annyit ismerek közülük. Az új logó, úgy néz ki, hogy MSZP és vadlibák. Vadlibák vannak fölötte.
Ha SZDSZ-nek is vannak madarai, hát e már ezért se kellett volna madaras logót csinálni, de vadlibák. És Nastase ott áll egy vadászpuskával, nem? De mondjuk most nem áll ott a Nastase. Ott áll! Álljon ott a Nastase. Ott áll. Ha ott áll a Nastase, ha nem áll ott, mit csinál a vadliba? Elhúz! Úgy tűnik, megszűnik a látványos női divatsoványság. A legújabb adatok szerint a nők kikerekedtek, és 6 kilóval nehezebbek, mint 30-40 évvel ezelőtt. Ez igaz. Ez félig igaz, mert te csak egy 50%-ig vagy trendi. Mert ha látnák, de nem látják, idáig abszolút korunk nője, innentől lefelé, és nem azért mondom, kinyefeget, hogy már megint lóg a gatya a seggé, mert összemelt, vagy összementél. Nem nyefektem, hogy lóg, hogy lett így be, lóg a gatya. Hallottad, miket? Lóg a gatya a feneked, de lefogytál. Lefogytam, de... Hát nem gatyája van neki. Hát. Most szoknyám van, és szép. És bugyingója van neki. Elmennék veled, anyám, erre a túlélő szigetre. Elmennék. Nem élnéd túl? Az is. Ha jól emlékszem, a Jóci azt mondta, hogy engem vinne, mert azért mi a következő értelmes felvilágosult. Mi a következő? A trendi nő ma széles csípőjű, gömbölyű fenekű és dús dekoltással rendelkezik. Anyukám, innen üzenem, jó nézel ki, te is. Jó nézel. Legyen magad. Ja, nekem nincsen széles csípőm, nekem keskeny van. De anya, hát most... Tudom, hogy ezt magyaráztad, de sokkal csúnyában jó, hát szóval vannak divatból most ezek szerint kiment nők, azokat adják ide, az jó lesz. Ezeket a vékonyságokat lerendezzük. Szeptember 27-én rendezik az 5. Magyar Országos Ducik Szépe versenyt. Legfontosabb feltétel a betöltött 16 év mellett a minimum 80 kilós testsúly. Én 82 vagyok. Csak úgy mondtam, hogy... Csak baromi kicsi a mellett. De ha a vécipapírral dörzsölgeted, megnő, mint a segged. És ez rímelt is. Bocsánat, ez idézett egy színdarabból, a Balfácánt vacsorára című darabban van ez. És a Józsa Imi találta ki, aki egyébként meg is nyerte a legjobb epizódalkítás díját most a Vidor Fesztiválon ezzel. Nekem is bemutat. Ja, nem, hogy értem. Mondja, de hát de az... hogy mondom. Igen, az Andrisnak is tovább. Van. Most... Ne! Nem. Az ne, jaj, ne szerénykedj, ne szerénykedj. Írt egy színdarabot. Az Andris írt egy színdarabot Spencer is. Spencer Tracy-ről, és ő maga játsza, a szép ember, hát nem... És nagyon nagy. De mi ebbe a poén? De hogy nagyon nagy siker, és most mutatták be. Állítok, az egy dubat volt. Az mi is most már lassan írunk a Gálvölgyével egy darabot magunkról. Igaz? Én játszalak majd téged. Hóferkés a két törpe. Akkor van benne szerepe neked. Van, te leszel a hófehérke. Igen. Heten leszünk rajta, anyám. A heti hetes! Azt mondja a Jucina, ez a hét is elment. Vigyázz, mert a hetedik törpe a kuka a falkasnázi edve. A Mimi külön engedélyével másna meg. A kis kuka! Azért ő lenne a kuka, nem kéne racsolni. Most reklám következik, és utána újra... Mi? Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, egy kasztár, egyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Azt ismerik, hogyha a cápa a kezedből leszik, hamarosan a lábadból is fog. Ezt hívják az idomítás csodájának. Na,
Baumgartner Zsolt célba ért az olasz Forma 1-es nagydíjon. Vágó István az ország tesztje a Nagy Kressz Vizsga című műsorában megbukott az ország. Sem a ebben is, hát gyerekek, ez valami. Ott voltam. Sem a profik, sem az úrvezetők nem szerezhettek volna jogosítványt a vizsga után. Különben, közben nyilvánosságra került, hogy óvatos becslések szerint várhatóan legalább 1,5 milliárdos bevételhez jut a költségvetés a június 20-a óta tartó közlekedésbiztonsági akciósorozat révén. Na hát akkor ez jön, de ez teljel. De miért, de nem akarok megsérteni, mert hülyék voltatok? Én nem láttam. Nem tudom, hát 72 volt, azt hiszem a maximális pontszám, és akkor Gregor Bernivel ketten volt versenyben, valami 65-öt szereztünk, és ez sem volt elég. De szerelem, hát ez, nem is értem ezt a műsort. Tehát most gondolom, hogy az a pozitív, most magának Kányival van jogosítva, azt mondja, 32 éve van. Hát csoda, hogy nem tudja, hát az azóta csak felejt, nem? Hát 32 éve valaki szerzett egy jogosítványt. Már 32 év után már megállni tilos, már... Hogy hát, ugye, mi nem, van? Ez nem igaz, van, mert tudja. Körülbelül 32 éve a jogosítványt. De hát nem is tudsz vezetni. Hát... Akárhogy is nézzük, mégiscsak az az igazság, hogy az ország lakosságának nagy része életben marad. Tehát mit látjuk, ugye már senki sem tud vezetni, de azért aránylag kevesen halunk bele ebbe, ugye? Hát a nagyszámok törvény alapján. Ahogy a újságokat olvasom, szóval nekem úgy tűnik, hogy a komolyabb balesetek valahogy nem abból vannak, hogy az illető nem ismeri a kreszt, hanem abból vannak, hogy éjszaka részegen lopott gépkocsival nem belátható kanyarban 180-nal 180-nal előzi, és közben SMS-ezik. Na hát! De ez egyetlen tesztben sincs benne, hogy ezt szabad-e csinálni, vagy nem szabad. Ugye klasszikust idézek, a Hofi Gézának van igaza, aki azt mondta, maga látott táblát? Azt mondja, láttam hát. És mi volt rajta? Ez a ház eladó. Egyébként lehet, hogy tévedek, de az sincs benne a kreszben, úgy tételesen, hogy például szeretkezni nem szabad vezetés közben. Az tuti, hogy nincs, mert... Ja, már nem jó. Csak itt. De ez miről jutott eszedbe? A kreszről. Apropó, francia szexológusok felmérést készítettek a szexuális segédeszközök gyakoriságáról. Kiderült, hogy a párok 58%-a szívesen szeretkezik a mosógépen, amikor annak centrifuga programja megy. Jassz. Szegények családok igénybe veszik a teknőt is. Nem rászkodik annyira, tudod? Impotens férfiak meg kézzel mosnak. A helyzet az, hogy az ember mindig nagyon szívesen alkalmazott ehhez hasonló eszközöket, például bizonyos források szerint Indiában, még a védikus időkben... Ne hiányoztál! Az indiai uralkodók a csatamezőn száguldó harci elefánt hátán szerették ezt csinálni, mert ugye az ilyen. És ott elég diszkréten lehetett ezt művelni közben, hiszen csata közben mindenkinek van dolga egyéb, igen? És nem nagyon figyelték, hogy mit csinál az uralkodó az elefánt hátán. Csak így látom magam előtt. Én meg azon gondolkozom, hogy az irodámban az íróasztal és a fal közt elfér egy mosógép. Bejön a feleség, és mondom, anyukám, ez irodabútor. Férjem, aki fokozott habzású, ezt is lehet. Ez boldog. Azt hitták, hogy... Férjem el a mosógép is tovább él. Hogy már fáradt pároknak ajánlják. Most képzeld, hogy berakják így a mosóprogramot, és így nézik, hogy mikor ér a cent. Most! Körülnek rá. Igen. Lehet, hogy ezek a modern amerikai mosodák orszolban vannak, a mosógépek azok nem is mosodák, hanem kuplerákok. Inkubátorok, tudod. Egyébként a hír utolsó mondata ez. A gép ilyenkor olyan rezgésimpulzusokat ad, hogy az rendkívüli módon izgatja az erogén zónákat. A szecskavágban még jobban azt mondják. Tudósok. Szomszéd nőjéről nevezte el kutyáját egy hongkongi férfi, hogy sétáltatás közben a legdurvább sértéseket ordibálhassa az erőn. Szegény kutya. Micsoda lelki trauma. Én nekem is volt. Nekünk volt egy szomszédnőnk, alattunk lakó nő volt, és
Nem emlékszem, hogy... Köhögött? A... Ne. Hogy azt mondta. Följelentett egyszer minket, hogy mi, hogy én díszlépésszerű lábdombantásokkal járok, mert úgy zavarta őt, hogy fönn. Na mindegy. Szóval én elhatároztam, hogy arról írok most, hogy a kutya, hát a kutyához, úgy hívták a szomszédnőnket, Hencné Ballai Emmi. Hát most akkor én így neveztem el a kutyát. Ül az Emmi, ül, nem mozdul. Mit pofázok, Hencné Ballai Emmi? Ül, akár évekig, a Mária Nostrai női börtön 114-es cellájában, ha én is följelentem, mint ő engem. Mi? Hogy én díszlépésszerű lábdobantással járkálok a lakásban, és ezért anyáméknak be kellett menni a béketéri tanácsba dr. Wagner Istvánné tanácselnök elé védekezni 14-től 16 óráig a 12-es villamossal 43 fok melegben. Ül! Hencné, ül, ha mondom. Oda kakál! Az ajtó elé! Összeszedi a szart! Hencné Ballai Emmi! Vagy az a rohadt férje, aki futballista volt és született antiszemita, aki éjjel háromkor becsöngetett, hogy a sváb bogarak mitőlünk másznak le a Lichthofon hozzájuk, holott mindenki tudta, hogy az egész ház sváb bogaras, mert a lakógyűlésen nem tudtuk elintézni, hogy mindenki befizessen írtásra. Fölpofozom a kutyát! Fölpofozom Hencné Ballai Emmit! A sintérekkel vitetlek el! És 44-ben mi volt, amikor még nem is éltem, de apámék mesélték, hogy amikor a Dénes Sanyi bácsiékat elvitték Auschwitzba, te rögtön meg akartad szerezni a lakásukat, a harmadik emelet 3B-t, mert az egy szobával nagyobb volt, te szuka! Apámék úgy mondták, kurva. Jó, hát kurva voltál, Ballai Emmi, ezt a házban mindenki tudta. Rossz kutya! És 56-ban, akkor meg a Szántóék lakását nem sikerült. Mi Emmi, akik azóta is Ausztráliában, 5 éve találkoztam velük, Sydneyben nagyon édesek. Pusztulj, Ballai Emmi, ócska kutya! Legalább, amikor anyámnak 10 éve agyvérzése volt, amiben pár nap múlva belehalt, és Brett Schneider úr, a házmester törte rá az ajtót, mert én éppen színpadon voltam, akkor segíthettél volna, Ballai Emmi. Na jó, akkor már nem éltél. Igaz, akkor már te meghaltál. Megbocsátok, Hencné, Ballai Emmi, jó kutya vagy. Okos kutya, szép kutya. Kilenc aranyérmet nyertek a magyarok Gainesville-ben a kajak-kenú világbajnokságon. A hölgyek a 9 versenyszámban 8 arany és 1 bronzérmet szereztek. Kovács Katalin 4, Szabó Szilvia és Bóta Kinga 3-3, Paksi Tímea és Viski Erzsébet 2-2 aranyéremmel végeztek. A fiúk azok leégtek. Azt hiszem, egy aranyat szerez, ugye kajak 4000, de az nem olimpiai szám. Én nem tudom, milyen sportágak vannak, ahol a nők együtt versenyezhetnek. Azt hiszem, azt mondja a lovaglásban, ugye? Lovaglásban együtt versenyeznek, az olimpián van még? Tehát azt hiszem, hogy olyan, hogy például a női kollégiumban, ha fölmászol a másodikra, együtt versenyezhetsz. Tényleg nem lehetne a lányokat beültetni a sapatban? De erről beszéltem az előtt. Kereken 100 000 forinttal kevesebbet keresnek a focisták, mint... Mihaj! Bizony, jaj! Mint tavaly ilyenkor. A magyar labdarúgás élvonalában szereplő labdarúgók és edzőik átlagosan havi 767 000 forintot keresnek, derül ki a Magyar Labdarúgó Liga múlt héten közreadott összeállításából. Sporttörvényt most akarják módosítani, nagyon fontos egyébként ez a módosítás, mert eddig a focisták a futballklubbal úgynevezett vállalkozói szerződést kötöttek. Ezután viszont munkaszerződést kell kötniük. Tehát az Európai Uniós csatlakozás kapcsán ez egy előírás, hogy nem lehet most már vállalkozói szerződésekkel kifizetni a labdarúgókat. Most a Tocsik ügy jutott eszembe. Ugye a legfelsőbb bíróság megállapította, hogy végzett ugye a munkát Tocsik Mátad, de az a felvett néhány száz millió, az sérti a jó erkölcsöt.
és visszapellik. Most azon gondolkodom, hogy ezek a szerződések, amiket a mi futballistáink kötöttek, azok nem sértik a jó erkölcsöt, pláne ha elnézem őket. Én egyáltalán nem értek, de hát ugye vannak itt ezek az élvonalon szereplő labdarúgók és edzők, rendben van. Na de hát Magyarországon él még hozzávetőlegesen 10 millió ember, akik szintén nem tudnak futballozni. Na most ők miért nem keresnek 767 ezer helyzetet? Tényleg leszerződnénk különböző klubokhoz, hogy mi ott nem focizunk, csak kérjük a dohányt. A legnagyobb szöveg a lett meccs után volt, amit szerencsétlen Gellei mondott, aki nem tudom egyébként, hogy milyen taktikával küldte a magyarokat, de öngyilkos taktika volt. Azt mondta, következő, azt mondta, túl gyorsak voltak a lett csatárok. Most ezt lehetett volna úgy mondani, hogy ólom lassúak voltak a mi védőik. Tehát túl gyorsak. Ez zavar minket. De volt már ilyen, azt mondta, hogy az ellenfél több gólt rúgott, ezért kaptunk ki. Ezek ilyen teljesen hülyeség, ügyének nézik az ember. Egy szörnyű dilemma lehet. Én azért belegondoltam ebbe, hogy milyen lehet egy ilyen magyar futballisták, hogy bekapcsolja a televíziót és nézi ezeket a back meccseket. Ugye most is volt a étvégén. Vagy kedvenc leszalozza szerintem, hogy, amit ne, nem, de nem, hogy azt mondja, nézi a lábát, hogy nekem is van lába. Hogy a labda ugyanolyan, mert ezek ilyen hitelestett labdák, hogy és én megrugom, az nem oda megy. Az a Ronaldo, a hülyéje, és az meg mindig bemegy a kapuba. És gondolod, de Ánda így ébredni ezzel a két, egyszer majd én is berugom, és soha büdös életben nem rugom, amíg él. Olyan lehet nekik, mint egy ilyen nem nagy hangú opera énekesnek, először volt ez a három tenor koncert, a Pavarotti, a Carreras, meg a Domingo, otthon ült és nézte a három csodát, és azt mondta, hülye állatok, próbálnának meg az én hangommal így énekelni. Görös Titivel találkoztam, a lett meccs után a Pozsonyi úton, ott a törzshelye, Tündéri, hát a világ egyik nagyon futballistája volt, és elmondta. Azt mondta, hogy a környéken, igen, oda tartott. De még nem volt nyitva. Merevek szindrómája. És azt mondta a Görög Titi, hogy azt mondja... Mindent kétszer mondasz? Azt mondta a Görög, nem, ez egy másik történet, ja, és az kimaradt. Ja. Úgyhogy nem kell annak közbevágni. Kb. Györgyi elvtársa. Jó szarba hagytál. Nagy szarba vagy. Kivágták. Úgy néz ki, te sem ész hozzá egy másik végére. Tehát, Görög Titi azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Henrik, annak idején reggeltől estig futballoztunk, és az büntetés volt, ha valaki nem maradott ott kint az edzésen. Azt mondja, ezeknek jutalom. Hát, ha nem játszhatnak. De például nem gondoltak arra, hogy például munkával, hogyha dicsérnék a napot? Mondjuk egy Eszterga gép mellett, vagy bárhol, ami... De hát hülyék lennének, hát, ha ezért a szarébb pénzt kapnak, miért dolgozzanak? Az is igaz. Nem, én meg azon izélek, hogy nem lehet, hogy ettől az 50-es évekbeli egyszeri nagy rohamtól van ez az egész. Milyen 50-es évekbeli nagy rohamtól? Hát, amikor olyan jó volt. Hát 38-ban is VB döntőben voltunk, 86-ban is a világon a listát mi vezettük, mert 50-es évekbeli roham. Nem egy olyan izé. Nem. Mi mindig jók voltunk, kivéve az utolsó 100 évet. Szóval nem úgy van, hogy például mi nem tudunk a legjobban futni. Hát az például soha hát nem sok mindent ki. Nem tudunk ezen hát kívül. Ez nem merült föl, hogy mit tudom én, igen. A 100 méteres síkfutásban mi legyünk le. Miért kell pont a futballba lenni a legjobb? Futballban szarok vagyunk, na. Hát csak mi van? Hát csak hát azért, mert a lengőtekére egy kurva lélek nem megy ki, Andriska. Tehát jól vízilabdázunk, meg jól csinálunk ezt, azt, miért pont a futball? Mert ebben van a legnagyobb pénz, mert a futballvilágbajnokságot nézzük a világon. Na a de nem tudunk futballozni, hát hiába hagyni van kéne, abban. Hát hagyni kéne. Hát hiába hagyják, nem tudunk. Nem lehet? Jó, de Andiska, tudom, és ha itt jönne a Teddy, azt mondaná, hogy menjél ki sakja. Én például még életemben nem húztam föl magam adrenalin szintemmel, hogy huszáé B4-re. Igen, meg ezek a sakfigurák nem olyan reklámhordozók. Azt mondja, nézd a parasztját, Adidas, vagy valamilyen. Egyébként ott van egy jó figura a sakba, a bástya. Az olyan öblös. Azt néha azzal léptem, mondom, ó. És utána azt meg lehet. Annak van értelme. De lóból hogy iszol? Miért kell futballozni? Én megint visszatérek arra, hogy nem lehetne, hogy azt egyszer kitalálná valaki, hogy minden ország azt csinálja, amit tud.
Hát nálunk jobb zöld paprikát senki nem tud a földre. De Andiska, gondold el, hogy bemegy egy Népstadion vagy a Puskás-Ferenc stadionba 60 ezer ember, hogy te a zöld paprikát ott töltögeted? De figyelj, ilyen már volt. Ilyen már volt, kérlek szépen. Ez egy gyerekkori volt az országoknak egy csoportja, ahol egy időben már szépen el volt osztva, hogy ki mit csináljon. Például a bolgárok csinálták a rádiókészülékeket, egy időben csak bolgár rádió voltak. Ezt kommunizmusnak hívták? Hát ez volt a... Nem, ezt úgy hívták, hogy KGST. Na most, ha ez még egyszer megvalósulna, ez úgy alakulna ki, hogy nekünk kéne benne futballozni. De miért nem zöld borsót vagy zöld paprikát termeszteni? Hát miért pont futballozni kéne? De szóval és még azt is elmondom neked, hogy Brüsszelben ettem a világ legjobb halászlét, amit tudod, miről szól, Andris? Arról szól, hogy bemész egy helyre, és azt mondják ott az emberek, ami hát nyilvánvaló igaz van, nem lehet helyeket kapni, hogy amennyiben 30 percen, tehát a halat kifogják, behozzák 8 perc alatt a tengerpartról, 30 különböző halbocsánk egy levet, egy alaplevet, és ha 30 percnél tovább van a hal, akkor az bezúzzák. Tehát értem, amit mondok? Tehát, hogyha nem, nem egy 30 meg perces halból csinálják. És tésztával van, mint a bajai? Muki, csak hagyjuk már ezeket. A tengeri halleveseket hagyjuk, egy hónap múlva meg fog jelenni egy rendkívül jó könyv. Ki írta? Méltatlan személyem írta. Ja, hát akkor tényleg elmondom, hogy én megírtam egy szinda. Szóval ebben a rendkívül jó könyvben, a hallevesekkel kapcsolatban is minden kérdés meg lesz világítva. Egyértelműen egyszer és mindenkorra a magyar nyelvben helyére lesz téve. De tudnak a magyarok olyan halászlét csinálni, ami jó, mint a világ többi halászléje? Ne menjünk bele a hallevesek készítésének titkaiba, mert rendkívül messzire vezetne, de annyit elárulok, kérem szépen, hogy leírom a norvég kormány hallevesét is. Tudni, kiderült, hogy a norvég kormány halleveseket szokott főzni. Van egy saját receptje a norvég kormánynak, birtokomban van ez a recept, és én megosztom. Én megosztom az olvasókkal, hogy hogyan főzi a norvég kormány a hallevesét. A magyar kormány mit főz? Az csak keveri a szart. Arról ne beszéljünk, most a szakácskönyvemről van szó. Engedje meg, hogy köszöntsem Önt 70. születésnapja alkalmából. A 80-as, 90-es évek fordulóján, ezekben a nemzet szempontjából sorsdöntő években Ön a Magyar Országgyűlés elnökeként, majd a harmadik magyar köztársaság első ideiglenes elnökeként kiemelkedő szereplője volt e történelmi időszaknak. Írta Mádl Ferenc köztársasági elnök elődjének, Szűrös Mátyásnak. A postásnak lehetett nehéz ez, hogy melyik pártba vigyem, melyik pártba vigyem. Folytatódik az idézet. Ja, pardon. Abban, hogy a társadalom súlyosabb nehézségek nélkül ünnepelhette rendszerváltó forradalmát, Önnek nem kevés szerepe volt. Méltatja az egykori szocialista politikust, az államfő. A Szűrös Mátyás legjobb szöveg a következő volt. Pár évvel ezelőtt jelent meg vele egy interjú, és azt mondta Szűrös Mátyás, hogy volt titkára és moszkvai nagykövet is. És azt mondta, hogy fantasztikus dolog történt, unokámat maga Tőkés László református püspök keresztelte meg. Ez életem legszebb napja. Gondoltam magamban, ezt mondtad volna 20 éve, de nem mondtad. Jó, ha már ezt mondod, akkor én mondok egy másikat. Ezt a Márai Sándor polgári kör rendezvényén mondta, Szűrős Mátyás KB titkár volt, moszkvai nagykövet. Te ott voltál, vagy olvastam? Olvastam, hogy azt mondja, idézem, a magyar politikai elit biológiailag képes megújulni Orbán Viktor személyében. Láttam egy pár, aki már kicsirázott rendesen. Egyébként Szűrős Mátyásról van még egy történetem, ez pozitív dolog. Emlékeztek, amikor Grósz Károly Aradon találkozott Ceausescuval. Lehet, azt elfelejtünk. Hát az a magyar diplomácia totál csődje volt, de nem ez az érdekes, hanem arról is írtam egy könyvet annak idején. Olvastuk. És Szűrös Mátyáshoz is elmentem, és a következőt meséltem. Most lehet, hogy nem pontosan, de a lényeg az, hogy elmesélte, hogy Ceausescu, amikor az erdélyi probléma szóba került, azzal fenyegetőzött, és ez nem vicc,
hogyha kell, atomfegyvert is bevetnek Magyarország ellen, hogyha Erdély támadás érné. És ezt a könyvhöz mondta. Én persze magnóra vettem, tehát abból élek, hogy született a könyv, és úgy gondoltam, hogy ezt le kell adni. És az első kézből című műsorunkban ez lement. Egyébként a világ minden hírügynökség átvette ezt a dolgot, hogy Romániának atomfegyvere van, és azzal fenyegetőzik. Óriási cirkusz volt belőle. A szűrös iszonyú milyen letolásokat kapott, és mondom, ez egy pozitív történet róla. Találkoztunk a parlamentben, több ember előtt azt mondta, hát engedélyeztem én magának, hogy ezt leadja? Hát nem arról volt szó, hogy ez egy háttérinformáció? Akkor mindenki azt mondta, kösz, ez jó jót. Akció vígjátékot rendez Árpa Attila, az RTL Klubtól viharos körülmények között távozott kreatív igazgató. A márciusban mozikba kerülő film a magyar rögvalóság, és azon belül a média szatirikus kritikája lesz, mondta a témát közelről ismerő egykori tévés. Az abszolút főszereplő neve egyelőre titok. A szereplők jelentős része amatőr vagy igazi alvilági figura, de szerepel a filmben Göröb László, a Barátok közből jól ismert Várkonyi András és Kósa L. Adolf is. Szintén szerepet kap a filmben Jáksó László. Árpa Attila nyilatkozott. Figyeljenek, mert ezen nagyon nagyot lehet röhögni. Na. Azt mondja, olyan sikeres közönségfilmet szeretnék készíteni, hogy a pénztárnál hezitáló nézőnél előnyt élvezzen egy amerikai filmmel szemben. Ott áll egy magyar, átlag magyar férj és feleség. Azt mondja, egy hezitálnak. Azt mondja, anyukám, mit nézzünk meg? De most őszinte mit nézzünk meg? Egy Tarantino filmet, egy Roman Polanskit, egy Milos Forman. A fenét! Árpát akarok! De nem, hát ahogy ott állnak de is. De hogy jön ehhez? Ilyen baromságot. A Schwarzeneggert nézem, vagy a Várkonyi Andrást. És akkor, ahogy bekattol, hogy inkább igazad a Rási Bélát nézünk. Szegény igaz. Görög Lacit nem akarom bántani, de azért... Miért? Mi van vele? Hát barátok vagyunk. Hát nem ilyen, hogy keveredett oda, nem tudom. Hát én is barátok. Én nem akarok beszélni. Igazad. Miért? Azért, mert hogyha úgy lehet versenyezni, hogyha ott egy iszonyatosan szar, C kategóriájú, nagyon ócsa. Al Pacinoval. Nem az Al Pacinoval, nem. Ponyomenne. Nem, vannak olyan filmek, amiben se az Al Pacino, se Sikrázom Moszkva. Nagyon rossz amerikai filmek, vannak. És egy Isten áldotta tehetségesre sikerült magyar film, akkor elképzelhető. De ki van írva, hogy Bajor Imre, Gál Völgyi Jár. Kisebb szerepekben Gerd András. Most az van kiírva, hogy Jáksó László. Hát gyerekek, a Jáksóra mi mennék be a moziba? A Jáksó... Jáksó és ott van a Görög is, ne haragudj már. Nem, ez lehet jó. Először is lehet. Én egy ilyen pici szerepet fogok játszani, de kaptam egy forgatókönyvet. Igen. Megjegyeznék. Hogy ebből a székből, ha emlékeztek, jó emlékezetű Csiszár Jenő is kapott szerepet. Most állítom, hogyha a Bajor odaülne, ő is kapna egy szerepet. Egy pillanat, bocsáss. Lehet, hogy ebből a hülye székből bárki kap filmszerepet. Hát olyan tehetségtelen ember, mint a Jáksó is kap na szerepet. Na most csak annyit mondom, hogy bele a székébe, és te is előtt azt mondta ez a tanár úr, hogy mit csinálok hétvégén, innen üzenem, nem érek rá, meg. Nem érek rá. Személyes megtámadtatás okán, hogy inkérek elnézést mindenkitől, aki az igazi színészektől az általában... Nagyon szeretném. De én ezt fontosnak tartom. Én az Attilánál egyetlen. Egyébként kedvelem az Attilát, és nyilván hülyeség azt gondolni, hogy majd úgy fogja egy újságírónál a saját filmjét reklámozni, valami szart szeretnék csinálni, amire nem megy be. Senki mond valamit, ami reklámnak alkalmas. Én mindesetre egy dolgot vállaltam el, az volt az egyetlen kikötésem, ahogy feltűnök, 5 másodpercen belül lőjenek főbe. Én ezt kértem, mert erre nézem a filmet. Erre alkalmas vagyok. Valami nagyon megalázó, nagyon rövid szart kértem tőle, mert erre alkalmas vagyok, színészi jó nézni. Nem fizet érte, és nem is akarom elfogni. De ez nagyon szép, ám, csak most lelőtted a poént. De én csak hülyéskedni akarok. A poént nem tudja ő lelőni azért. Engem lőnek, én vagyok a poént. Parancsolsz? Üzenem az Árpa Attilának, aki egyébként nagyon jó barátom. Tényleg üzenem, hogyha esetleg lenne egy ilyen tanácsadói munkakör a filmbe, de tényleg úgy, hogy abszolút nem vagyok ott, hogy mennyit lehetne azért fölvenni. Hogy ezt azért...
A görög szigetek homokos partján lerakott tojásokból kikelő teknősök ösztönösen a legvilágosabb fényforrás felé indulnak el, ami a tenger habja lenne. Ám mostanában a diszkók fényei becsapják őket, így a part felé induló állatok kiszáradnak, vagy megeszik őket a tengeri madarak. Na, ha ezek után nem mond le a görög miniszterelnök, akkor nagyon pipa. Na de hiába kiszáradnak, de legalább addig szórakoznak. Látom, hogy rohadt. Nagyon jól látod ezt a kérdést, Jucus, rendkívül jól látod, mert én ezt a teknősbéka kérdést tanulmányoztam Sri Lankán is. Kérem szépen, az történik, hogy jön az óriás teknős, lerakja a tojását a parti homokba, másnap megjelenik az élelmes benszülött, összeszedi a tojásokat, hazaviszi és rántottát süt belőle. Tényleg, ott vannak is emiatt ilyen egyletek, akik ezt megpróbálják meg. Igen, próbálják ezt megakadályozni, de hát ugye a teknősbékák jelentős része, még mielőtt kikelne a tojásból, a serpenyőben végzi. Hát akkor már inkább a diszkó. Egyébként az egyik újság azt írja, hogy ebből egy szó nem igaz, mert nem a diszkófényre mennek, hanem Balázs Palinnak a számai mennek. Igen, de nem. Igen, csak visszafordulnak a tenger felé. Meg a Pataki Attila lakodalmas rokja. Az de már Sámán, vigyázzunk vele. Sámán. Ródoszon volt egy borzalmas eset, amikor egy teknősbéka egy ilyen diszkó éjszaka után haza és bele az árokba a számzak. És a mellette ülő barátnője is. Szóval inkább ne is beszélni. Hát a diszkóban is. Látod, hogy rohannak a teknősök ott. Na van-e ilyen jó hírünk? Hát 24-jel mentek bele az árokba. 24. A barátnője, annak az anyja és annak a barátnője. Mi? Egyébként a világ egyik legtündéribb vicce, a kettő közül, amit meg tudtam életemben jegyezni, azt biztos ismeritek, hogy a nyugdíjas otthonban csak azok a beutaltak kapnak vacsorát, akik összeszedtek legalább 20 csigát, éti csigát. És akkor Józsi bácsi még mindig lehetőketlenkezik, mondják, hogy Józsi bácsi, hányat szerez? Hát épp, hogy egyet sem még, mert ahogy így nagy nezel, ezek a kurva csigák, hús! Régi vízzel, ez nagyon jó. Tetszik. De édes, meg hát jól édes. Mondod. És ez már... És az a jó, hogy ezt már jövő héten ismerni fogjuk. Ha. Magyarország nem hajlandó visszaadni Németországnak azokat a pénzeket, amelyeket a volt keletnémet vezetők csempésztek magyarországi bankokba a berlini fal leomlása után. Ne is hagyja. Állítja az orosz izvesztyia. De miért, hogy a Svájcban nem bíztak meg, vagy miért ide hozták hozzá? Jó híre volt a magyar brókereknek. Befektettek. Maradjuk annyi, hogy meg vannak őrülve. Ezek azt hiszik, hogy valaki 12 évvel idehozott egy pénzt, valami pénzt idehozott Magyarországra, betette a bankba, és az megvan. Hát két hét múlva nincs meg, hát két hét múlva nincs meg. Nem olvasnak ezek újságot? Na jó, hát meg is szint az NDK, szóval azért lehet. 10 hónap után Majka és Dopman útjai ketté váltak. Hogy lehet így bevárni? Menjél már! Utoljára akkor voltam így ki, amikor a Beatles feloszlott. A való... Egy életművet így megsemmisít. A való világ... Kurva ország nem ismeri az értékeket. A való világ... Hogy lehet így élni? János, te nem vagy? Anya van! Én azt hittem, hogy ez a vége felel lesz. De hogy nekem, aki annyira állatszerető vagyok, a négy kutyám, hogy ez a Dobberman is már... A való világ hőse és a neves rapper egymás... Rapper? Az van ilyen rapper! Még azt mondott, hogy trippere is van kérdezett, az már állá. Neves rapper, egymást okolják a vállásért. Mert már összeköltöztek, és Majka nem hozta a reggelit a Dobinak. Azért rohadjak meg, hogy ez egy hír, gyerekek, hát komolyan mondom. Hogy egy hír, hát írt a Majka írt egy búcsúdalt. Hát nem, egy búcsúdalt a Dobinak. Mi volt az? Hát ilyen rap dalt.
hogy mi volt. Itt föl tudom olvasni neked. Hé, hey, Dobman, Dobman, menj a nyádba, csókolom a kezed, viszlát, te drága. Én mindig mondtam, hogy nem veled akarok, én nélküled is a majkon maradok. Azért, mert néha a buliba nem mentem el, ne haragudj, drága, a pénz is kell. És nem nyertem én meg a házat, mint a Szabi vagy a Laci, az RTL klubtól is kell hát a mania. De dobmen, menj a nyárba, csókolom a kezed, viszlát, te drága. Én nem vagyok a szolgád, és megdugtam az Olgát, az nem jelenti azt, nem jelentheti, hogy átúszom a Volgát. A kedvedén, Laci, a kedvedén nem hagyom el őted, a szőkeledén, akiben bele szerettem, akivel együtt lefekszem. Dobmen, menj anyádba, csókolom a kezed, viszlát, te drága, csá, csumi, csá. Azért ezzel ne fejezzük be. Kérek már. De igen, 0-1-3-8-2-1-44, ez a telefonszám Budapest 11-19, Fejlvári út 89-95, az e-mail cím hetiesetnyugat.hu, és a weboldal pedig www.rtl.hu. Találkozunk pontosan egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra!